Az 1972-ben épült Farkas Attila úszodát már körülbelül 10 éve nőtte ki a dombóvári úszóélet. Az úszoda megyei és regionális versenyekre semmilyen tekintetben nem alkalmas, sőt, összességében elmondható, hogy nem méltók a körülmények a dombóvári úszók kiemelkedő eredményeihez. Az utánpótlás képzése viszont így is töretlen. Van egy szivárvány óvodánk, ott van a kicsi, a bébi úszás és az óvodásoknak az úszásoktatása, és a babaúszástól kezdve egészen a 2006-os, 2004-es korosztályig, tehát 16-18 évig foglalkozunk a gyerekek úszó nevelésével, edzéseivel, mint egy 5 csoportban, plusz a gyerekek van, szenior szakosztályunk is, az egész egyesületbe 130 igazolt, illetve nem igazolt, 130 versenyző jár, illetve úszás oktatásra szoruló gyerek, és abból mintegy 80 gyerek, aki igazolt versenyző. A városvezetés belátta, hogy több sportágnál is javítani kellene a körülményeket, így döntöttek a sportkomplexum megépítése mellett. Ezt a létesítményt országos versenyekre is lehetne használni, ami fellendíthetné Dombóvár turisztikáját is. Rózsa Norbert, olimpiai bajnok úszó, nosztalgikus érzésekkel lépett be az úszodába, ahonnan pályafutása indult. Éppen azt beszéltük, hogy ahhoz képest, hogy azért már hány éves ez az úszoda, itt a itteniek, akik karban tartják, nagyon szép állapotban tartják. Hát sok emlék fűződik ide. Nagyon sok kilométert úsztam le ebbe a medencébe, és hát gyakorlatilag szinte olyan volt, mint hogyha tegnap előtt léptem volna be egyébként. Pont azt mondtam, hogy ott a medence végében volt egy citromfa, szóval ilyen, abszolút ilyen régi képek, emlékek ugranak be, és hát a régi közösség, a régi csapat, az a legfontosabb, hogy minden gyermek tanuljon megúszni, hogyha éppen arra gondolunk, hogy elmegyünk nyaralni családdal tengerpartra, vagy csak éppen egy vízbiztonságot szerezzen meg minden kisgyerek, akkor azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. És aztán, hogy kiből lesz élsportoló, kiből nem, azt majd mindenki eldönti, és mindenki tudni fogja és érzi, ő is, meg a családja is. Rózsa Norbert elmondta, hogy nem elég az elhivatottság ahhoz, hogy élsportoló legyen valaki. Nagyon fontosak a körülmények, a megfelelő felkészítő tér és a jó edző. Ezeken a dolgokon próbál segíteni a Magyar Úszó Szövetség. 19 nyarán elkészítettük a úszó nemzetprogramot. Ennek kapcsán kormányzati felkérésre országosan létrehoztunk egy olyan Matrix hálózatot, hogy Magyarországon 20 perces közlekedési útvonal lehessenek elérhetőek a tanúszodák, és ennek kapcsán Dombóvár is bekerült ebbe a jövőbeni úszodaépítési struktúrába, és nekünk nyilván az a feladatunk, hogy olyan oktatói licenszrendszer, egy oktatói bázist építsünk ki, akik majd megfelelő pedagógiai, szakmai érzékkel tudják ezeket a gyerekeket megtanítani úszni, hiszen nem csak azért fontos ez, mert igenis meg kell tanulni mindenkinek biztonsága, hanem azért is, mert a úszás, mint az egészség egyik alaptézise, másrészt pedig, hogy táplálkoznak más sportágak is az úszástudásból, és hogyha olyan szakemberek fognak majd ebben a jövőben megépülő úszodába oktatni, akkor elvárható majd az, hogy ezek a gyerekek a sportosabb élethez vissza fognak térni. A létesítményben helyet kap egy 6 pályás, 25 méteres úszoda, tanmedence, egy sportcsarnok, egy 4 pályából álló tekepálya, valamint egy sportlőtér is. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos beruházásról van szó, ami nem csak Dombóvár életében, hanem az egész kistérség életében egy meghatározó sportlétesítmény lesz, több funkciós, és az egyik legfontosabb része ennek az új úszoda rész. Azért is kértük az Úszó Szövetségnek a segítségét, mert ők már évek óta rendelkeznek egy olyan anyaggal, illetve 2 éve rendelkeznek egy olyan anyaggal, ami nagyjából meghatározza, hogy Magyarországon hol van szükség ilyen új úszodákra. És ebben Dombóvár is benne van.
Viszont Dombóvárnak nem csak egy új úszodára van szüksége, hanem egy új sportcsarnokra is, amit a középiskolák tudnak használni, és ezen kívül pedig el kell helyezni ebben a tekepályát, illetve a lövészetre, vagy alkalmas helyet, lőteret is ki kell alakítani, több funkciós létesítményről van szó. Addig ez az úszoda funkcionálni fog, míg az építkezés be nem fejeződik, és nagyon reméljük, hogyha elkészülnek a tervek, az úszószövetség ezt támogatni fogja, illetve ez majd a kormány elé kerül, akkor a kormány ezt támogatja, és a finanszírozásra is lehetőséget ad a városnak. A sportkomplexum közel 3 milliárd forintból épülhet majd, de ehhez jelentős állami támogatásra van még szükség. Azt gondolom, négy sportágnak szeretnék megteremteni a lehetőséget. Nyilván ezeknek a sportágoknak hagyománya is van Dombaváron. Úszás, kosárlabda, nyilván a teke, ami érzelmi kérdés is Dombaváron, és nyilván a lövészetnek még új elemként ebben a sportkomplexumban, arra viszont a rendészeti képzés miatt van szükségünk. Ezt az építkezést elkezdett valahol kezdenünk, és azt gondolom, hogy az úszószövetségben jó partnerre találtunk, hiszen a kiemelt úszoda programban benne van Dombavár városa is. Nyilván azt gondolom, hogy ennek a sportkomplexum bekerülési költségének közel 40%-át tudjuk a nemzeti úszóprogramból finanszírozni, de hiszem, hogy a fennmaradó része is meg tudjuk teremteni a forrást, és egyszerre egy időben meg tud épülni ez a sportkomplexum, amely nyilván azt gondolom nem csak Dombavár, hanem az egész járás tekintetében egy nagy előrelépés lesz. Terveink szerint 2021 második felében ez az építkezés elindulhat, 22 nyarára, illetve talán mire elindul az oktatási év, talán kész is lehet. Nyilván azt gondolom, hogy ez a 1,5 milliárd forint, ami ma még hiányzik, az egy nagyon tetemes összeg, de továbbra is azt gondolom, hogy a mai biztató szavak után egyre jobban úgy érzem, hogy ezt is meg tudjuk szerezni. Vladár Sándor elmondta, hogy a város megérdemelten egy olyan úszodát fog kapni, ami korszerű, a mai kor követelményeinek maximálisan megfelel, és nem utolsó sorban hévíz található a területen, ami miatt az üzemeltetési költség jóval kevesebb lesz. Én nagyon remélem, hogy ezt a beruházást jövőre el lehet kezdeni, és körülbelül 2 év múlva el is fog készülni. Tehát gondolom, hogy 22-re el is készül. Nekünk ez a tervünk. Meg kell még a kiviteli terveket el kell készíteni. És az sem rövid idő, minden engedélyt megszerezni hozzá, lobbizni a kormánynál, hogy ehhez forrásaink legyenek, utána pedig el kell kezdeni az építkezést. Ha valaki céltudat és tudja, hogy honnan, hova akar eljutni, és alapvetően ő meghatározta saját maga, hogy mennyit ad ezért, mennyit tud adni, vagy mennyit akar adni, inkább így fogalmazom, mennyit akar adni, akkor ez össze fog állni. Nem tudni, hogy lesz-e Dombóvárnak egy újabb Rózsa Norbertje, de a felkészülési viszonyok javulásával megnőhet az esély rá.